Ismét az ukrán energiaellátási rendszer támadja Oroszország. Tegnap egy ember meghalt, 8-an pedig megsebesültek, amikor az amerikaiak szerint észak-koreai rakétákkal lőtték a központi régió Kropivnicki városát. Az energiaügyi minisztérium közlése szerint egy energetikai létesítmény megrongálódott, néhány háztartás energiaellátása sérült és a helyi vasútvonal áramellátása megszakadt. Kijevben elbúcsúztatták az egyik legismertebb ukrán mesterlövészt, aki december 28-án halt meg. Rosztyaszlav Jeri Teschenko korábban 3 évig az Azovi zászlóalj tagja volt, majd 2022. február 24-én az orosz invázió megkezdésekor tért vissza Ukrajnába. Közben Washingtonban azt közölték, bizonyíték van rá, hogy az oroszok észak-koreai ballisztikus rakétákat vetettek be Ukrajna ellen, és iráni gyártmányúakat is be akarnak szerezni. Információink szerint Észak-Korea nemrégiben ballisztikus rakétaindítókat és több ballisztikus rakétát adott Oroszországnak. December 30-án az orosz erők legalább egy észak-koreai gyártmányú rakétát lőttek ki Ukrajnára, közölte a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője. Közben az ENSZ főtitkár üdvözölte a 230 ukrán és 248 orosz hadifogoly cseréjét a két ország között. Stefani Tremblay szóvivő elmondta, hogy Antonio Guterres méltatta mindkét fél erőfeszítéseit, valamint az Egyesült Arab Emírségek közvetítését.